A bölcsödék napját és a városi bölcsöde fennállásának 40. évfordulóját ünnepelték Szekszárdon. 1852. április 21-én nyitották meg Magyarország első bölcsödéjét Budapesten, a Kalap utcában. Éppen ezért ez a nap a Magyar Bölcsödék napja, mely 2010-től államilag elismert ünnep. Az országos programsorozathoz kapcsolódva rendezett szakmai napot és jubileumi ünnepséget a Szekszárdi Városi Bölcsöde, a Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Karon. Nem véletlenül vagyunk itt egyébként, mert éppen a felújítása zajlik az épületnek. 2014-ben két csoportszobával kibővítettük az akkor már 100 fő befogadására alkalmas épületet, így 125 főt tudunk fogadni. Ez most még nincs feltöltve, de biztos vagyok benne, hogy a következő években így fog történni. Viszont akkor a meglévő épületnek a felújítása nem történt meg, ezért a város úgy gondolta, hogy befejezi azt a munkát, amit elkezdett, és 2018-19-ben az idei esztendőben a meglévő épület is egy teljes felújításon esik át. A megyeszékhely jelenlegi két közbölcsödéje, a Városi Bölcsöde és a Kadarka utcai óvodában kialakított mini bölcsöde, így összesen mintegy 150 férőhelyet tudja kielégíteni a bölcsödei szolgáltatások iránt érdeklődő szülők igényeit, tette hozzá köszöntőjében a polgármester. És érdekes volt, hogy ott az újvárosi részen azt tapasztalták az óvodában dolgozók, hogy egyre több fiatal érdeklődik a bölcsöde, mint szolgáltatás iránt, ez pedig azt jelenti, hogy többen költöznek be fiatalok Szekszárdra, és reméljük azt is jelenti, hogy több gyerek fog itt Szekszárdon is születni, és egyre inkább majd bővíteni kell ezeknek a férőjeknek a számát. A szakmai napon a térség kisgyermeknevelői, már nyugdíjba vonult korábbi munkatársai és egyetemi hallgatók is részt vettek, hogy előadásokat hallgassanak meg a városi bölcsöde múltjáról, vagy például a szakma specifikumairól is, mint a párbeszéd ezzel a korosztállyal. Ezek a gyermekek, ugye mindenki más fejlettségi fokon van, a kommunikációjuk az gyakorlatilag itt alakul ki, és tényleg a metakommunikáció, a gyerekeknek a megfigyelése, megismerése az, ami által tudunk válaszolni az ő kifejezésükre, kérésükre. A városi bölcsöde vezetője szerint ugyanakkor a legkisebb korú gyermekek nevelése egy hivatás, csupán teljes odaadással és szeretettel lehet végezni. Ahogy a szemünk előtt vannak a szülővel való viselkedés, kommunikációjuk útján, mi is megismerjük a gyermeket, és ezt követve tudjuk a csoportokban az egyéni bánásmódot alkalmazva kicsit nevelgetni, fejleszteni, gondozni, szeretni őket. Szerintem ez az, ami mindennél fontosabb, hogy a gyermeknek tényleg megadjunk mindent, amire szüksége van. A programhoz tartozott egy a szekszárdi intézmény eredetét és elmúlt 40 évét bemutató kiállítás is.